A 444 szerkesztőségében rengeteg fasságról szoktunk vitatkozni. Az egyik ilyen dolog az az, hogy mit kellene ennünk, hogyan kellene ennünk, és ki miért hülye amiatt, ahogy eszik. Jó, ehhez hozzátartozik, hogy azóta lettek nagy viták, mióta Zsoltról kiderült, hogy van neki egy ilyen egészségügyi problémája, azt hiszem Barrett nyelőcső neki. És emiatt a Zsoltnak el kellett kezdeni nagyon odafigyelni arra, hogy mit eszik. Elkezdett az állati fehérjéről lejönni, és volt egy idő, mikor teljesen vegán módon evett. Az az igazság, hogy csökkentettem a húsfogyasztásomat, nem hagytam el teljesen, hogyha ezt bizonyítani kell, akkor itt van ez a maranyelv. Nem a nyelved van, a nyelvből kurva kevés van. 2019 elején a Lancet, ami egy nagyon híres brit egészségügyi magazin, kihozott egy étrendi ajánlást, amit klímadiétának nevezett el. Ez volt az első olyan étrendi ajánlás, ami nem csak az egészséget vette szempontként, hanem azt is, hogy fenntartható módon táplálkozzon az ember. Közelebb akartuk jutni ahhoz, hogy mit csinál a testünkkel, az, hogy mit eszünk, és mit csinál a bolygóval, ezért diétát cseréltünk. Én 2 hétig ennek a klímadiétának a szabályai szerint fogok étkezni. Ez nem vegán, tehát van benne valamennyi állati fehérje, de elég kevés. A Zsolt pedig... Ennek a Lancetes diétának a fordítottja az valószínűleg nem direkt, de a Csepeli Hírmondó című labban jelent meg heti rendszerességgel. Ebben Németh Szilárd publikálta azokat a recepteket, amiket ő nagyon nagy kedvel fogyaszt. Megiszom ezt a kis szilvapálinkát, és utána megeszem ezt a birkafejet. Nem mindenki szereti, de egy pálinka után szerintem ismét birkafejet fogunk enni. Ez viszont friss vér. Ez nagyon nagyszerű dolog. Megnéztük az egészségi adatainkat a diéta elkezdésekor és a diéta befejezése után is. Itt a mértestsúly, abból kalkulál egy izomtömeget, ami abszolút normál tartományban van, csak ehhez képest egy nagyon kifejezett zsírtömeg társul. 15,3%-ra teszi a zsírtömeget, teljesen a normál tartományban van. Ami még egy kifejező mérték, ez az úgynevezett viszcerális zsír, ami a zsigereken rakódik le, a szerveken rakódik le. Ami egészségügyi szempontból a legmeghatározóbb, az a 6,8 kg, az egy elég magas értéknek tekinthető. Nekem 24,4, a BMI-m, a PBF-em meg 15,3. Jó, Zsolt, jobban nézek ki, mint én ezt. A Zsolt kb. 2 év majdnem vegánság után elkezdett kurva sok húst enni, én pedig 40 év húszabálás után elkezdtem egy közel vegán életmódot. Fogadtam kb. 14 ezer forint értékben mindenféle növény. Kiwi, pomelo, tök, répa, lencse és mindenféle más szuper jó dolog. Ebben a lakásban még nem volt ennyire büdös disznószag, amióta itt lakom. Az van, hogyha magadnak csinálsz dolgokat, akkor nagyon jó, nagyon finom dolgokat tudsz csinálni, nagyon körülményes macerás, sokkal többet kell vele foglalkozni, mint egy semmilyen átlagos étrenddel. Ez nem fenntartható, ez az én ebédem, ez fenntartható. Szalontüdő, egyenesen a Teleki téri piacról. Nem élvezhetetlen, de azért meg voltam nélkül eddig. Nagyon éhes vagyok, és igazából nincsen megcsinálva itt van semmi. Ha elkezdenem megsütni egy karfiolat, mert ugye nem tudok bemenni a boltba venni, nem tudom, felvágottad. Igen, meg lesz a bőtje. Szerintem ez a zsírmennyiség, amit beviszek, ez gyomorban majd rossz lesz, ha most nem is az. Jókat eszünk, de sokkal kevesebbet, mint eddig, és az egy picit furcsa, hogy egyáltalán nem változott a súlyom. Persze tudom, hogy még csak 2 nap telt el. Miközben diétát cseréltünk a Zsolttal, akkor pedig megpróbáltuk megnézni, hogy az élelmiszeriparban, meg a tudományban milyen előrelépések, milyen fejlődési irányok vannak, és hogy ezek milyen lehetőségeket tartogatnak itt a előttünk álló évtizedekben, meg évszázadokban, milyen lesz a táplálkozás jövője. Az élelmiszerek között a legnagyobb szennyező a hús, azon belül is a marhahús, melynek kiváltására régóta kísérleteznek a növényi eredetű húspogácsákkal. Áttörés például a borsófehérjéből készült húsimitáció, amit már több cég is gyárt. A legújabb termékek annyira jól utánozzák a húst, hogy van köztük olyan is, ami vérzik. Mi a Beyond Burgert próbáltuk ki. Ezt a céget 2009-ben alapította egy kaliforniai vegan startupper. A Beyond Burger húspogácsájába a borsófehérje mellett friss fehérjét, mungóbab fehérjét, almakivonatot és gránátalmaport is kevernek.
a cég vérző termékeihez pedig céklalevet használnak. A Beyond Burgert elvittük Budapest egyik legjobb éttermébe, a Mágba, hogy megnézzük a séf, Mizsei János, mit hoz ki belőle. Szerintem nagyon fura szaga van, ilyen édeskés. Nyitod a erjesztett valamiket, és ott megcsap először ez a... az az illat. Nyilván az ötborsó és a babok miatt. 3 perc mindkét oldal, míg 74 fok nem lesz, és hogy medium rare-nek fog kinézni. Első ránézésre nem mondanám azt, hogy egy nagyon jó minőségű marhahús, de sertés húsnak el lehetne adni. Érdekes, hogy ennél is látszik, mint egy húsnál, hogy ahogy szürkül kifelé és befelé, hogy vörösödik el. Na, mit gondolsz? Egy középkategóriás marhahúsnak megfelel. Árakban is, mint igen, amikor a le van ugye darálva a hús, és megvan az a pergősége. Simán fizetnék ezért a terméket. És most azt nézed, hogy melegebben kezded, és kevesebb ideig. Aha. Most igazság szerint arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire lehet még szaftosabbá tenni. Igen, még gyorsabb, aha, és még jobban sikerült elérni azt, hogy van kívül egy vastagabb, erősebb kéreg, sütési kérges belül, meg még médiumabb, mint az előző. Ki jött belőle valami lé, juice? Igen. Valami azért van benne. Dehidratált datolya paradicsom, fermentett fokhagyma, só, rizsecet és szőlőmagolaj. Egy ilyen ketchup-szerű. Aha. Hát így aztán végképp nem megkülönböztethető. Megmondom őszintén, hogy nem vártam, hogy ennyire jó lesz. Teljesen olyan, mint egy klasszik hamburger. Ahogy sütöttük is, ahogy néztük folyamatosan, abszolút egy középkategóriás marhahúsnak simán eladható. Mennyit segíthetnek a növényi húsimitációk? Az összes üvegházgáz kibocsátás 26%-áért, tehát több mint a negyedéért az élelmiszeripar felel. Ami a kibocsátásnak a legnagyobb szelete, azt az állattenyésztés adja. Éppen ezért, ugye, hogyha az emberek ránéznek erre a grafikonra, akkor azt mondják, hogy hát akkor azt kell csökkenteni. Nem csak arról van szó, hogy ezekkel a csúszkákkal játszunk. Hogyha az állattenyésztés még jobban visszaszorul, talajerőpótlást kizárólag műtrágyából tudunk megoldani, ami megint csak növeli a szennyezést. És a másik dolog, ami nagyon fontos, az, hogy a Beyond az egy a feldolgozottságnak egy sokkal magasabb fokánál, mint az a marhahús, amit csak beledarálsz a hamburgeredbe a legtöbb esetben. Ebben az ábrában hiába csökken az állattenyésztésnek a kibocsátása, a Beyondot, meg az Impossible-t, azt el kell szállítani ide. Kifingja a metánt a marha, azt egy év alatt megkötötte a kóró, amit a marha lelegelt, akkor valószínűleg egy másik kóró megint meg fogja tudni azt a metánt kötni egy év alatt. Viszont az, amit a szállítás bocsát ki, és az előállítás bocsát ki, az már egy olyan valószínűleg földgázból, vagy nem tudom, szénből származó energiaadag, amit sokkal nehezebb lesz megkötni, mert az már excess lesz, és több millió éve van megkötve abban a fosszilis energiahordozóban. A környezet szempontjából szerintem azért az nagyon nagy különbség, hogy ezeknek a termékeknek az ilyen fajlagos szállítási költségének az ahhoz kapcsolódó károsanyag kibocsátás az elenyésző. Ráadásul hát ezek a dolgok, hogy mondjam, hát ezek ilyen méretgazdaságos segélyzében működnek, minél többen fogyasztják ezeket, annál jobb mondjuk Európában, annál jobban meg fogja érni az Európai Unióba, annál kevesebbet kell majd a tengeren túlról. A marhatartásnak a terhelése sem az állatból kijövő metán csak, hanem az, hogy kimennek hozzá kocsival, meg elviszik, meg hidegen tartják, meg nem tudom micsoda, de a másik, ami szerintem ennél fontosabb érve, az, hogy lehet ebbe változást elérni? Úgy lehet változást elérni, hogyha a bizonyos típusú fogyasztóknak ajánlasz elég jó alternatívát. Eddig volt egy alternatíva, aki hamburgert szeretett volna enni, az vehetett helyette tofuburgert, meg babburgert, amik egyszerűen nem voltak jók, tehát megetted és nem volt elég finom. Most megjelent egy olyan termék, ami nem tökéletes, de azért tudja az ilyen középminőségű cuccokat helyettesíteni, pont a mi környezetünkben, akik választhatunk ezek a növényi húsimitációk, szerintem már elég jók ahhoz, hogy a lehetővé tegyék, hogy kiváltsak valamennyi húsfogyasztást. Szerintem ott dől el, amikor például a Beyond is, meg az Impossible is ugye bekerült a Burger Kingbe, bekerült a White Castle-be, bekerült azokba a baromi nagy ilyen gyors étterem láncokra, ahol milliók esznek ebből a szempontból. Ez egy jó cucc, abban igazad van, hogy most még Magyarországon nincs itt, de Amerikában szerintem már ott van. Mindenki azt gondolja, hogy random kajafotós emberek vagyunk. Sonka, sajt, egyre jobban nő.
a gyomrom befogadó képessége a hús felé. Amikor ezt elkezdtem, akkor mondjuk két ilyen falocsongával már túladtam volna magam, és ez a tehetségezet visszatért, és az emésztésemben is érzem azt, hogy lassabban megy végig rajtam a kaja. Összehasonlítva a korábbiakkal, ez szarom. Nem vagyok éhes, egészen így a húsra se vágyom annyira. Tegnap este vendégség volt nálunk, és egy picit kiderült belőle, hogy mi a nehéz ebben a diétában. Inkább egy fél órát kellett azt számolgatnom, hogy akkor egy tál hagymalevesbe pontosan mennyi zöldség és mennyi vaj volt, hogyha összességében másfél kiló hagymából és nem tudom mennyi vajból készült leves, és ezt ugye minden egyes fogásra végig kellett számolnom. Zsírjában sült császárhús lesz. Másfél kiló császárhús, itt a jó kis zsír. 10 dekagram van a receptben, úgyhogy 10 dekagram zsírral szerem ki ezt a tepsit. Azért is kemény ez, mert egy annyira zsíros húst fogunk megsütni, önmagában is nagyon sok zsír fog ereszteni. Ma el fogunk utazni 3 napra a feleségemmel, eddig spóroltam a hússal, meg a szalatafehérjékkel pont azért, hogy most majd 3 napig ne legyen olyan borzasztó nehéz, vagy lehetetlen mit kajálni. Azon még egy kicsit vitatkozunk, hogy a grammos mérleget elvihetem magammal. A kőkorszak óta fogyasztanak rovarokat az emberek, és az utóbbi években kimutatták. A rovar fehérje fogyasztásának ökológiai lábnyoma sokkal kisebb, mintha ugyanezt a fehérjét házi állatok húsával vinnénk be. Ezért világszerte egyre többféle rovarfehérje készítményt gyártanak és forgalmaznak olyan vidékeken is, ahol nem volt hagyománya a rovarevésnek. Persze ettől még nem lesz könnyű meggyőzni a fejlett országokban élő embereket a rovarevésről. Különösen, hogy nyugaton a rovarokat és a bogarakat jellemzően betegségekkel és a higiénia hiányával kapcsolják össze. Mi a tücsök lisztet teszteltük. Palacsintát, pitét és proteinszeletet készítettünk belőle. Ez tücsök liszt. 66% fehérje, nagyon magas a rosttartalma, és oda van írva, hogy a kitimből. Ennek sokkal több szaga van, mint amennyit szerettem igen, volna. Igen, én is. Állateledel szaga van szerintem. Ott látod, hogy ott valami megcsillan például ott. Hát a kitim. A hagyományos receptnek a negyedét fogjuk tücsöklisztel pótolni, amit egyébként ajánlanak is. És az miért van, hogy nem lehet egy az egybe kicserélni? A tücsöklisztnek ugye semmilyen glutén tartalma nincsen, glutén szerkezettől, ez is egy ilyen fehérje szerkezet, ettől lesz rugalmas a tészta. Ezért annyira nehéz például a gluténmentes lisztekkel dolgozni. Nagyon könnyű a tésztája, nagyon puha. Te nem érzel a fogaid között valamilyen ilyen csikorgatás, hogy ez ott van benne. De az is érdekes, hogy egy nem csikorgott, de mikor hármat... Persze, mert nagyobb a tücsök sűrűsége. Nagyon nincs jó illata. Tegnap néztük ilyen YouTube videókon, ahogy csinálnak ilyen tücsök energiaszeleteket, és kicsit ilyen megdöbbenve néztük, hogy hát de ennyi fahéjat belerakni, még nem tudom. Most egy kicsit jobban, igen, most egy kicsit jobban értem, hogy miért. A kollégákat fogjuk megkínálni vele a 444 szerkesztőségében. Teljesen jó. Tök jó? Teljesen. Hát nem tudnám, hogy tücsök, simán egy árágítsálnám. Teljesen olyan, mint egy normál süti. Most valami megérkezett. A tücsök protein szeletünk, az átment szerintem a vizsgán. Szerintem nincsen rossz íze. Ez a legehetőbb. A tücsökpitének most jön ki az illata, attól nem lett nagyobb kedvem hozzá. Ezt így visszasírod a palacsintát. Megnézem, hogy ki tudom-e nyújtani egyáltalán. Azért ennek elég erőteljes íze van ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen vajas pitetésztában ne érződjön ki. Egész jó. Mennyi tücsök van benne? Mivel van töltve? Teljesen fülöm. Így is, hogy tudom, és próbálom belemagyarázni, hogy nagyon rossz, semmi különös. Aha, ez tényleg büdös. Nem rossz. Van egy ilyen poros izé vége, az nem olyan jó. A tésztája az olyan, mint egy ilyen teljes kiörlésű, de ez teljesen kellemes. A genetikailag módosított szervezeteket általában az különbözteti meg a nemesített és generációk során kitenyésztett egyedektől, hogy az örökítő anyaguk olyan részletet vagy részleteket tartalmaz, melyek természetes úton nem kerülhettek volna oda.
Ezeket a DNS részleteket génsebészeti eljárással juttatják a szervezetekbe, az örökítő anyaguk tudatos módosításával. Így hozták létre az Aqua Advantage lazacot is. Tudósok megfigyelték, hogy az atlanti lazac növekedése télen lelassul, és azonosították az ezért felelős DNS részletet is. Ezt cserélték ki egy másik lazacfaj növekedés szabályzó génjeivel. A GMO lazacról Bardóc Tamással, a máltai Aquabiotech Group akvakultúra szakértőjével beszélgettünk. A lazac esetében gyakorlatilag egy vadon élő halfajnak a génjébe nyúltak bele, ami gén bármikor elszabadulhat. A lazac termelés ma a világban alapvetően tengeri ketecekben történik. Ugyan az első időszakban zárt rendszerekben szárazföldön nevelik a lazacot, maximum az 1 kg-os méret elérésekor ki kell helyezni ketrecbe, mert onnantól lelassulna a növekedése. A királylazac viszont egész évben növekszik, tehát kiveszik ezt a növekedési hormonért felelős gént ebből az egyik lazacfajból, átteszik ezt az atlanti lazacba, körülbelül kétszer gyorsabban nő ez a manipulált lazac. Ez a hal, hogyha kiszabadulna, akkor simán örökíthetné ezt a gént, és terjedhetne a természetbe ez a módosított gén. Márpedig a lazacok, ha ketrecben termelik őket, akkor kiszabadulnak általában, mert hogy a viharok szétszakítják a ketreceket, de a leggyakoribb oka az, hogy fókák kirágják a ketrecet, és akkor a lukon kiszöknek. Most erre találta ki azt a cég, ígérik esküsznek, hogy soha nem fogják ketrecbe termelni ezt a lazacot, ezt csak arra találták ki, hogy zárt rendszerekben, ezekben a recirkulációs rendszerekben, akkor hatékonyabban lehet termelni a lazacot. Az ideológia mögötte az, hogy így a környezeti kárait a lazac termelésnek csökkenteni lehet. Semmi garancia arra, hogy ezt mindenki csak zárt rendszerbe fogja termelni, hiszen nagyon csábító az a kétszeres növekedés, hogy valaki ezt kihelyezze ketrecbe is majd. A másik megoldás pedig az, hogy azt mondják, hogy ők ezt a halat úgynevezett triplotizációval, tehát nem két kromoszómája lesz, hanem három kromoszómája lesz a halnak. Mindenki, akinek tripla a kromoszóma száma, az steril a halaknál, tehát nem tud szaporodni. És akkor ezzel megvan oldva a probléma, mert még ha ki is kerül az állt rendszerből ez a hal, akkor nem tud szaporodni, tehát nem tud kiszabadulni a gén. Ez nem 100%-os, 98-99%-os hatékonysággal működik. Ha mindez az 1% egy olyan halból van, ami kétszer gyorsabban nő, mint a fajtársai, akkor azért jó esély van arra, hogy ott le fog nyomni mindenkit. A GMO lazac volt az első állat, amit engedélyeztek, hogy kereskedelmi forgalomba kerülhessen. Gyakorlatilag pusztán csak üzleti érdekből vállaljuk ezt a kockázatot. Rengeteg olyan kihasználatlan lehetőség van még, akár ha csak a haltermelést nézem, ahol sokkal hamarabb vihetik előre a termelést, mint az ilyen GMO dolgok. A génmódosítást a legkülönbözőbb területeken használják. Míg az Aqua Advantage lazacot azért hozták létre, hogy egy luxus termék árát levihessék, addig vannak olyan GMO termékek is, melyek megalkotóit nem a pénz motiválja. Az aranyrist előállító kutatók tömegélelmezési cikknek szánták a terméküket. Céljuk az volt, hogy segítsenek a világszerte több százmillió embert sújtó A-vitamin hiányon, ami látáskárosodást, vakságot és más betegségeket okozhat. Évente átlagosan 250-500 ezer gyerek vakul meg a világon A-vitamin hiány miatt. Ázsiában rengeteg ember elsődleges kalóriaforrása a rizs, viszont a rizs szemben nem termelődik bétakarotin, ami az A-vitamin fontos előanyaga. Az aranyrist viszont képessé tették arra, hogy szemtermésében is szintetizáljon bétakarotint, méghozzá olyan sokat, hogy az A-vitamin hiány már pusztán azzal megelőzhető, ha a hagyományos rizs helyett aranyrist fogyaszt valaki. A fejlesztők ráadásul ingyen az emberiség rendelkezésére bocsátották az aranyrist. Ma már bárki termesztheti. Megalkotása óta azonban nem sikerült tömegélelmezési cikké tenni. Még mindig viszonylag keveset termelnek belőle. 2013-ban például GMO ellenes aktivisták semmisítették meg a növény egyik legfontosabb kísérleti helyszínét, a Fülöp-szigeteken. Vajon a GMO megoldja az emberiség élelmezési problémáit? Genetikailag módosított növényeket általában ugye hatalmas táblákon termelik, annak érdekében, hogy minél jobban megérje. Ez a nem GMO ipari mezőgazdaságban is pontosan, pont ugyanígy. Pontosan. És pontosan erről van szó, hogy bizonyos, általában az adott cég által gyártott totális gyomirtóval szemben rezisztens a növény. És éppen ezért ezt a totális gyomirtóval lekezeljük az egész megyényi területet, élőlények milliárdjai halnak ki abból a talajból,
És bizonyított, hogy a GMO elterjedésével kialakulnak ezekre a totális gyomirtókra is rezisztens gyomnövények. És majd utána, amit elő fog állítani a természet, erre válaszul, az meg gőzünk nincs, hogy mi lesz. Akkor arról van szó, hogy a GMO egy eszköz. A GMO egy olyan típusú eszköz, amit lehet használni szarul, amit mondjuk ez a lazac jelent. Lehet, hogy a GMO-nak van sok kockázata, vagy azokat alkalmazó cégeknek a piaci magatartása az rossz, és ki lehet találni új eszközöket, meg intézményeket, de az alternatíva az az, hogy nem tudom, éhen halnak emberek. Tehát ha azt között kell választani... De nem az az alternatíva, hát jelenleg tudjuk etetni magunkat. Jelenleg az Észak-Amerikában, az Európai Unióban élelmiszer fölösleg van. Azok, akik ma éheznek, azok igazából nem egy élelmiszer termelési válságnak, hanem egy élelmiszer elosztási válságnak az áldozatai. De erre mondom, de valószínűleg igen, ezek túlhasznált eszközök, és túlságosan, hogy mondjam, egy profitorientált szemléletben vannak használva. De azt mondani, hogy ezek az eszközök önmagukban véve rosszak, azt nem igaz. Arról beszéljünk, hogy hogy lehet ezeket felelősségteljesen használni. Looks like we're actually driving through paint. I mean, it's so thick. That is a lot of algae. Blue-greens or cyanobacteria are capable of producing toxins that can harm people, harm animals. We've had the harmful algal bloom issue since the 1960s. When we solved the problem the first time, the primary source of nutrients was poor sewage treatment. Today, the primary source is agricultural runoff. Kanyarodjunk vissza, a 20. század elején vagyunk, folyamatosan nő az emberiség létszáma. Egyre nagyobb a veszélye annak, hogy az a talajerő, amit felhasználnak a növénytermesztésben, ki fog merülni, és nem lesz mód olyan talajerő visszapótlásra, hogy etetni tudják ezt a nagyon-nagyon sok embert. Két német vegyész, Haber-Bosch eljárásnak hívják, amit kitaláltak, ez tette lehetővé azt, hogy a légköri nitrogén felhasználásával legyünk képesek műtrágyagyártásra. A mai napig egyébként egy csomó elemzés van arról, hogy ha ez nem történik meg, és nem jönnek rá erre az eljárásra, akkor az emberiség valószínűleg nem nőhetett volna túl a nagyjából ilyen 3-3,5 milliárd főn, mert nem tudtunk volna termővé tenni olyan területeket, amiket most műtrágyával tudtunk csak termővé tenni. És most 7,7 milliárdnyian vagyunk. Az emberek által okozott környezetszennyezésnek egy iszonyatosan nagy része a műtrágya gyártás és műtrágya használat. Ez óriási károsanyag kibocsátással jár, el fognak sivatagosodni földjeink, meg ihatatlanná válnak vizeink. Nem lehet azt mondani, hogy ez jó-e vagy nem, de én azt mondom, hogy ha most a GMO, talán tekinthetjük egy ilyen új Haber-Bosch eljárásnak, és ennek itt vagyunk a hajnalán, akkor én azt mondom, hogy mi lenne, hogyha tényleg a logikán próbálnánk változtatni, és nem pedig felépíteni magunknak egy ugyanilyen csapdát, miközben még a Haber-Bosch eljárás által állított csapdából sem evickéltünk ki. Szerintem a fejlődés, nem azt mondom, hogy jó, de azt mondom, hogy szükségszerű. Volt valami probléma, arra találtunk valami megoldást. Lehet, hogy az okozott... Vagy nem találtunk. Hát, hogy mondjam, most még itt vagyunk. Kijöttem futni Hajógyári-szigetre, katasztrofális az eredmény. Azzal, hogy állati fehérjéből viszem be ezeket a kalóriákat az elmúlt napokban, az elmúlt másfél hétben, teltebbnek érzem magam, sokkal, sokkal kevésbé van kedvem edzeni, meg sokkal nehezebb is egyébként a futás, és hát láthatóan romlik is az eredményem benne. Ma reggelre nagyon szarul lettem, most már este nekem kicsit jobban vagyok. Valószínűleg az történt, hogy iszonyú sok fűszeres kaját eszem, főleg indiait, mert ott nagyon jó receptek vannak hús nélkül, és én amúgy is nagyon szeretem. Eddig is ettem, de nem minden nap egymás után, és feltétlenül ezt tett be. Apró pecsenye stroganov módra, kolbászos tepertőkrém, és saját zsírjában sült császárhús. Mind a háromból ettem egy keveset. Igazából egyik kajának az ízével sem volt gond, a zsírtartalmával már annál inkább. Igen, ezek ehető dolgok, de az, hogy ennyire nagy mennyiségben eszik valaki, és ennyire gyakran egymás után, ez tényleg embert próbáló. Képtelen vagyok mozogni.
Hát ezt most elbasztam egy picit. Nagyon valószínű, hogy több marhát ettem tegnap, mint amennyit összesen lehetett volna ebbe a diétába. Csirkét jobban lehet enni, halat jobban lehet enni, de a marhahús az olyan mértékben szennyezi a környezetet, annak az előállítása, hogy nagyon-nagyon kevés fér bele, és ott végig figyelni kell. Én remélem, nem bolondul meg annyira az emberiség, hogy nyomtatható műhúst akar enni, akkor, amikor értékes fehérjéhez is hozzájutunk. Mihalec András szerint az élelmiszeripar előtt álló kihívásokat a lehető legtermészetesebb módon kell megoldanunk. A klímaváltozás hazánk éghajlatát is átalakítja, ezért Mihalec farmján az ausztrál Murray Grey nevű szarvasmarhafaj tenyésztésével kísérleteznek. Azt vizsgálják, hogy a magas hőmérséklethez különösen jól alkalmazkodott tehenek, hogy érzik magukat az egyre forróbbá váló magyar nyarakon. Alapvetően a kérődző azért bírja rosszul a meleget, a bendő egy 200 literes, ebben mondjuk talán 100 literes bendő van, annyi hőt termel, mint egy bekapcsolt hősugárzó. Na most ez télen segíti a hideg ellen, és nyáron meg mondjuk a 31 néhány fokban egy hősugárzóval a nadrágunkban kéne közlekedni, hát elég rosszul viselnek. Tehát erről van szó, csak ez akkor került az érdeklődés középpontja, amikor ez látványosan megjelent a veszteségekben, a termelés visszaesésben. Mindig is tudta egy paraszt is, hogy nyáron a tehénnek teje csökken, de amikor a 20 literből lett 17, az nem ugyanaz, mint amikor az 50-ből lesz 35. Már nem csak nálam, hanem 11 néhány tenyésztőnél, akár tiszta vérben, akár keletkezett formában megtalálható ez a fajta. Minden olyan jót el lehetne mondani, mint egyéb más fajtákról, de van egy plusz unikum tulajdonsága, ez a hőtűrő képessége. Mint egy 100 évre tekint vissza a múltja, de Ausztráliában találták meg először ezt az egyedet, ami egy szerencsés keresztezésből jött elő, és ott az azért volt izgalmas, mert Ausztráliának főleg a déli részén tropikus hőmérsékletek vagy hőségek vannak, szélsőséges, meleg időszakban lehet tartani ezeket az állatokat. Van egy ilyen kis állat, egy borjú, mint itt van, akkor mondjuk, hogyha ő nehezebben viseli el a meleget, akkor a növekedési erélye, legalábbis a mutatói kisebbek lesznek, mert nem lesz kedve gyalogolni, nem lesz kedve legelni, állandóan félre akar húzódni. Hogy ilyenkor a munkakedvük, vagyis a termelési tulajdonságuk lecsökken, és az egyik ilyen nagyon fontos mutatója a szaporodás biológiai mutató, és hogyha nem lesz vemhes az állat, akkor az elvárt haszon, vagyis a borjú következő évben nem tud megszületni. Tehát így függ össze. Tejelő állományokban ezt úgy oldják meg, hogy ma már a tejelő tehén az nincs a legerőn. Benn van az istállóban, és klimatizálják. Mi pillanatnyilag az egyik kitörési pontnak ezt látjuk, amivel foglalkozunk, tehát a testszín, kevesebb hő jut a szervezetbe. Mi olyan 31-35 fok közötti hőmérsékleten mértük ezeket az állatokat. 50 fokos az a fekete borjú bőrfelszíne, és mondjuk 40 a vörösé, és 36 a szürké. Hát a legjobb környezetgazdálkodó a gyep területeken az a kérődzők. De azt a széndioxid, ami bent van a légtérben, az pedig megköti a fű, és oxigént termel a gyepnek köszönhetően. Az állat ezt megeszi, amúgy számunkra egy teljesen feldolgozhatatlan és értéktelen biomasszát, mert ezen azért nem tudnánk felnőni. És az ő összetett gyomrának és az ő emésztési rendszerének köszönhetően értékes fehérje forrássá juttat bennünket, ennek van egy kis ára, hogy metán termel a kérődző. De az a metán termelés az nem egy hozzáadott káros anyag a légkörhöz, hanem gyakorlatilag egy körforgásban vesz részt. De ha azt a részét megnézzük, hogy járul hozzá a ma már hál' Istennek talán jobban előtérbe kerülő biodiverzitáshoz, ami egy rendkívül fontos dolog, akkor csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a legelőn tartott állatokról. Környezettudatosan éljünk, tartsunk kérődzőket a legelőn, amennyit csak lehet, és azt az értékes fehérjét pedig dolgozzuk fel jó minőségben, és együk meg, és ettől mindenki boldogabb lesz. És ön eszik húst. A 444 és a Median közvélemény kutatásából kiderült, hogy a magyarok 55%-a hetente többször is fogyaszt húst, és csak 1%-uk vallotta magát vegetáriánusnak, holott globálisan ez az arány 8% körül van. A magyarok többsége nem lelkesedik a GMO termékekért, a teljes népesség 69%-a nem lenne hajlandó génmódosított növényekből készült ételt enni. Még nagyobb az ellenállás a rovarokból készült élelmiszerekkel szemben. A magyarok 83%-a utasítja el az ilyen táplálékot. Az elutasítottság azonban az iskolázottságtól is függ. Míg a maximum 8 általánost végzettek 90%-a zárkozik el a rovarfehérjétől, addig a diplomások körében ez már csak 75%.
Úgy néz ki, hogy simán benne fogok maradni minden ételcsoportban, minden mennyiségben, tehát egyedül a marhahúsból volt egy pici túlszaladás, de a többi ételcsoportból meg kevesebbet tettem sokkal, tehát csirkéből, tejtermékből, cukorból, egy csomó mindenből még maradt is. Most lelkes vagyok, és lendületben vagyok, és jól érzem magam. Nem, mint hogy fizikailag ez egy jó érzés volt, és hogy egy picit az van bennem, hogy valamennyit ebből szeretnék megtartani. Több zöldséget tegyek, hogy kevesebb húst tegyek, és hogy kevesebb készételt, vagy ilyen nagyon feldolgozott ételt vásároljak, és inkább az legyen, hogy csináljak otthon magamnak, abban most azt érzem, hogy szeretnék ebbe az irányba tovább menni. Most, hogy így érzem, hogy mindjárt vége van, és holnap elmehetek, nem tudom, a McDonald's-ba, most így elkezdtem rá nagyon vágyni, és ez furcsa érzés. Elképzelhető, hogy ez az egész dolog mentálisan jobban megterhel, mint fizikailag. Értelemszerűen nem tudtam annyit hízni ennyi idő alatt ezektől a kajáktól, mint amit gondolok, hogy híztam. Egyszerűen úgy érzem magam, mint hogyha 578 kiló lennék, amennyi értelemszerűen nem vagyok. De ez a tehetségérzet az a dolog, amiben az elmúlt két évben hála Istennek nem volt részem, és nem is kifejezetten hiányzott. Én nagyon lelkesen és pontosan, a Zsolt szerintem egy kicsit félszívvel, de... Én a szalontüdőt ettem például. Tudod, mikor volt utoljára, hogy 3,5 kiló zöldséget megettem két hét alatt, nem tudom, soha életemben még. Tök jó, csak nagyon-nagyon sok macera. A gesukörit azt nem tudom megvenni, azokat meg kell csinálnom előre, kell vinnem magammal be kaját. Érzem, hogy ebből azért dolgokat akarok megtartani így a mindennapi életemben, mert sokkal több idő, érted, elmegy ezzel, még akkor is, ha nem kell minden este összeszámolnom mindent, amit írogattam napközben, meg beírnom egy táblázatba. Na jó, de a gram számolgatást azért nagyon szélsőséges esetekben javasoljuk csak átlag embereknek is. Szerintem inkább a előre feldolgozott versus nem feldolgozott étel a nagy különbség. Tehát, hogy én úgy érzem egy picit, hogy attól is éreztem jobban magamat, mert jobb minőségű kajákat ettem, amiket én csináltam. Na jó, mérjünk meg, én egyébként szerintem én nem fogytam, vagy én nem tudom. Ugye a két hét az nem egy túl hosszú idő ahhoz, hogy nagyon egyértelmű változásokat lehessen látni, de ennek ellenére tök szépen látszik a testösszetétel változásnál is, illetve a vérzsír szinteknél is, hogy egy minimálisan a testzsír százalék csökkenése megindult, és két hét alatt egyébként a 2 kiló fogyás az egy icipicit gyors is. Ez általában izomtömegvesztéssel jár, olyan 0,5 kiló körül van az ideális testsúly csökkenés per hét. Szerintem egy 6-8 hét leforgása alatt a vérzsír szintek azok nagyon látványos változáson tudnának keresztül menni. Ettem elég sokszor hentesnél disznótorost, kolbászt, hurkát, akkor szalonnát. Tehát, hogy mondták, hogy ugye, hogy várni kell, meg hogy apránként kell ehhez hozzászoktatnom magamat, na én nem vártam. De az volt, hogy az első nap már rántottát reggeliztem és kolbászt ebédeltem. És az azért az rossz volt. Hát Zsolt esetén meg ugye negatív tendencia figyelhető meg, ami érdekes, hogy annak ellenére, hogy ő húsmentes táplálkozást folytat, annak ellenére egy magas vérzsírszintről, egy magas LDL-koleszterin szintről indultunk, szépen sikerült fokozni, nem hatalmas nagy mértékben, de azért felfele indultak meg ezek a mutatók. Neked gondolom a fizikai aktivitásod is maradt az, ami volt. Hát, hogy ilyen nehéz kajákat ettem, így kevésbé volt kedvem mozogni, tettem vissza magamon, és hogy nehezebb volt elmennem futni. Nem volt húsmentes napom, ami nekem már eleve óriási szó. Alapvetően az, hogy húsmentes nap nem volt az elmúlt két hetedben, ezt azért dietetikai szempontból olyan nagyon egészségtelennek nem lehet tekinteni, ha ez mondjuk kiegyensúlyozottan volt csirke, pulyka, hal, sertés. Az egyetlen dologba csaltam, hogy próbáltam tehéntejet enni a műzlihez, de az se volt jó, úgyhogy visszamentem a növényi tejre, mert nem. Hogyha nem arról beszélnénk, hogy egy egyértelműen nagyon zsíros, henteshez járós ebédeket folytatna, hanem egyébként csak egy kiegyensúlyozott minőségi húsfogyasztás történne, akkor nem biztos, hogy ezek negatív hatással lennének akár a test összetételére, akár a vérzsír paramétereire. Tehát, hogy enni minden jó volt, a csirkeporokat leszámítva. Utána minden rossz volt, a evés után, de a csirkeporokat az enni is rossz volt. Nézzünk szembe a tényekkel, és mondjuk ki, hogy az életmódunk, az, ahogy jelenleg élünk, ahogy jelenleg táplálkozunk, ahogy jelenleg energiát használunk fel és energiát termelünk, nem fenntartható. Be kell érnünk kevesebbel. A túlélés az kizárólag
ezen áll vagy buki. Emberek többsége, magamat is beleértve, nagyon nehezen vehető rá erre a típusú működésre, amire te mondasz, ami az önkéntes, kevesebb fogyasztás, mindennek egyszerre kell történni, egyszerre kell egy picit a szemléletnek formálódni, és egyszerre kell hatékonyabbnak lenni, nem tudom, a napelemeknek. De pont, hogy ez a kettő dolog, ez szembe megy egymással. Tehát amíg az egyik oldalon a hatékonyságot próbálod növelni, a másik oldalon nem tudod elvárni, hogy az ezt meghaladó szemlélet terjedjen el. Ezek azok a viták, amiket közösségként, politikai vitaként le kellene folytatnunk. Nem csak itt Magyarországon, hanem mindenhol. Tehát ez az, ami igazán meg fogja határozni az elkövetkező éveket, és nem az, hogy az apa férfi, az anya nő, amiről egyébként a legtöbb kormány, és most nem csak a magyar kormány, hanem a világ legtöbb kormánya egyébként azt gondolja, hogy vitatkozni kell, hanem ez az, amire mindenkinek fel kellene hívni a figyelmét, hogy haver, ez a te életed legfontosabb kérdése. Mit fogunk enni, és mit kellene ennünk a jövőben ahhoz, hogy túléljen az emberiség, és túléljen a bolygó is. A videó támogatója a 2040-re klímasemlegességet vállaló Volvo.